A hétfejű sárkány. Volt egyszer, hol nem volt, hetetét országon is túl, volt egy nagy kert, s a közepén állott egy nagy aranyalmafa. Ám de erről a fáról senki sem evett soha almát, mert éjjel mindig ellopta valaki. A napkelti király tulajdona volt. A királynak három fia volt, és mind a három fia vállalkozott rá, hogy meglesik az almatolvajt. A király féltette a fiait, nehogy valami bántódásuk essék, de beleegyezett. A legnagyobbik fiú este leült az almafa alá, és várta a tolvajt. Éjfélkor nagy szél kerekedett, ami felkapta a királyfiút, és reggelre, amikor kimentek, már nyoma sem volt. Búsultak és siratták a fiút. A király kidoboltotta az egész országban, hogy aki tud valamit a fiáról, azonnal jelentse. Ám senki sem tudott róla semmit. Az aranyalmát ezután is minden éjjel ellopta valaki. Egy napon a középső fiú, és azt mondta az apjának: kedves apám uram, egy életem, egy halálom, én elmegyek, és addig haza sem jövök, amíg meg nem találom a bátyámat. A király nem akarta elengedni a fiút, de akkor beleegyezett. Éppen almaérés ideje volt, és a fiú este kiült az almafa alá, és várt, amikor éjfél tütött az óra, ismét nagy szél kerekedett, és ezt a fiút is elragadta a szélvész. Sírattak szegény gyermeküket, mintha a föld nyelte volna el. Időközben a kicsi királyfi búsan kóborolt az udvaron, és eljutott a lovak istállójához is, mert titokban arra készült, hogy elmegy megkeresni a bátyjait. Amint a legutolsóhoz ért, látott egy legyengült lovat, hogy az meg felállni sem tudott. Nagyon megsajnálta, és végig simította a hátán. Ekkor megszólal a vénlú: én tudom, hol vannak a bátyjaid. A hétfejű sárkány rabolta el őket, de te semmit se féljél, mert én megsegítelek téged. Csak tedd azt, amit mondok. Hozz nekem egy tál parazsat, mert én táltos paripa vagyok. Ha én azt megeszem, kantározz fel, és üljél fel a hátamra. Este pedig álljál a fa alá, a többit pedig bízd rám. Kérezkedett a királyfi az apjától almafát őrizni, de ő hallani sem akart róla. De mikor megtudta, amit a táltosló mondott, estére minden úgy lett, ahogyan eltervezték. Odaálltak a fa alá, és várták az éjfélt. Éjfélkor jött a szélvihar, de a királyfi jól megkapaszkodott a ló serényébe. Akkor jöttek sárkány, és mind a hét szájával enni kezdte az almákat. Amikor végzett az almákkal, eltűnt, de a táltos paripa sem volt rest, és mivel szárnya is volt, utána repült. Hát lássatok csodát, az almafa tetején, ahonnan már a föld sem látszott, ott volt a sárkány palotája, és kacsalában forgott. Rögtön meglátta a királyfi a bátyjait, és az ablakon oda kiáltott nekik: eljöttem értetek. A sárkány, mivel jól belakott az almával, lefeküdt aludni. Ezt kihasználta a királyfi. És a táltos, hogy kiszabadítsa a két testvért, és hogy felvegyék ők a ló hátára, a táltos kiterjesztette szárnyait, és azonnal elrepült. Amint repült, egyszer csak azt mondja a királyfiknak: nézzetek hátra, mert ég a jobb arcom. Hátra néztek, és látták, hogy jön utánuk a sárkány. Erre a táltos átbukfencezett a fején, és lett belőle egy tó. A testvéreket pedig kacsává változtatta. Ott úsztak a vizen, na odaér a sárkány, és kérdi a kacsákat: nem láttatok erre menni egy lovat, három fiúval a hátán? Azt felelték, hogy már 100 éve itt úszkálnak, de még ilyet nem láttak. Erre a sárkány nagy dühösen visszafordult. Ők megfolytatták az útjukat. Egyszer megint mondja a táltos: nézzetek hátra, mert megint ég a bal arcom. Jaj, már megint jön a sárkány. A ló átbukfencezett a fején, és egy malommá változott. A fiúk pedig malomra, és örölték a lisztet. Kérdi a sárkány, hogy nem látták-e egy lovat a hátán három fiúval. Azt válaszolták, hogy 100 éve örlik itt a lisztet, de ilyet nem láttak. Újra visszafordult a sárkány, ők meg folytatták útjukat. Harmadszor is mondja a ló: nézzetek hátra, mert most mindkét arca még. Megint nyomukban volt a sárkány, akkor a táltos leszállott a földre, és azt mondta a fiúknak, hogy most már meg kell vívjanak a sárkánnyal, de egyet se féljenek, mert ő segít nekik. Leszállott a sárkány is, és elővette a kardját. A fiúk is kardot rántottak, és nekifogtak már az ütközetnek. A fiúk első futamra levágták a sárkány három fejét, másodikra a másik hármat. Mikor a sárkány csak egy fejjel maradt, elkezdett könyörögni.
hogy hagyják meg az életét, mivel jó szívűek voltak, megkegyelmeztek neki. Amikor a fiúk hazaértek, nagy örömmel várták a szüleik, és boldogan éltek, amíg meg nem haltak.